Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és Lié Mariettával, a Kutyapárt Európai Parlamenti Lista vezetőjével fogok most beszélgetni. Szia Marietta! Sziasztok, üdvözlöm a Kutyinfo hallgatóit! Kezdjük kicsit az előéleteddel. Mielőtt politikus lettél, többször talán a járók elő alapítójaként lehetett hallani rólad. Hogy jött ennek az ötlete, és mennyire volt nehéz a semmiből felépíteni az oldalt? A járókelőről azt érdemes tudni, hogy ez egy közterületi problémák bejelentésére szolgáló oldalként indult, és fokozatosan építettünk fel belőle egy közösséget. Ugye a beérkező bejelentéseket önkéntesek kezelik, így továbbítják őket az önkormányzatoknak, és minden nyilvánosan látható, tehát az erről szóló levelezés is, és nyomon követhető, hogy megoldódik-e egy probléma. Az egész az onnan indult, hogy én egy külvárosi kerületben nőttem fel, és nagyon sokat jártam közösségi közlekedéssel, figyeltem, ahogy a város változik, ez nagyon fontos része lett az életemnek a városokról való gondolkodás, utána később ilyen várostudományi témában írtam a szakdolgozatomat is, és a járókelő volt az első olyan kezdeményezés, amiben már ezzel foglalkoztam. Mennyi ideig tartotta még összeállt ez a koncepció, hányan vettetek részt benne rajtad kívül, és mondjuk mióta kiszálltál, mennyire követed nyomon az oldal működését. Sokáig tartott, szerintem aki a kutyapártot ismeri, annak nem meglepő, hogy mondjuk egy ilyen civil kezdeményezésnek a felnevelése, megnevesztése az sok ideig tart. Ki kell találni azt, hogy mondjuk milyen feladatok vannak, ki mit csinál az önkéntes csapatban. Itt ugye volt egy nagyon erős IT igény is, hiszen maga a bejelentő oldal, ez egy bejelentő platform, azt is kellett üzemeltetni, és jó pár év volt, ami kialakult mindenre egy kis munkacsoport, és úgy így üzemeltettük, meg gondolom, hogy a mai napig is hasonlóan üzemeltetik a, az oldalt. Én igazából akkor hagytam abba a járókelőzést, amikor elkerültem a főpolgármesteri hivatalhoz, tehát ott kezdtem el dolgozni. Ez 2019-ben volt, és akkor addig hol főállásban, hol mellékállásban, hol kizárólag szabadidőben, tehát ilyen mindenféle váltott konstrukcióban vittem a járókelőnek a működtetését, utána viszont kiszálltam belőle, és akkor a, a meglévő csapat vette át az irányítást. Azóta még szívedem viseled valamennyire, hogy mi történik vele? Abszolút. Például nemrég kapott a járókelő Pro a fővárostól, annak nagyon örültem, azt éreztem, hogy na ennyi idő után elismerték a járókelőnek a munkáját, és ez egy tök jó dolog, meg látom, hogy vannak együttműködéseik kerületi önkormányzatokkal, ami szerintem egy tök nagy előrelépés egy ilyen civil projektnek, hogy hivatalos együttműködései vannak, meg látom az önkéntesekkel a csoportképeket, és szerintem ez tök jó, hogy ez már nélkülem is szuperül működik. Idei újságíróként is dolgozta az átlátszónál. Milyen emlékeid vannak az ott töltött időszakról? Um, az átlátszó pont nemrég meséltem valakinek, hogy szintén egy ilyen nagyon szerelemprojekt volt abból a szempontból, hogy már a kezdetekkor csatlakoztam, tehát volt egy interjú, amit készítettem Bodoki Tamással, amikor ő ezt még csak így indította, és akkor jeleztem neki, hogy én is csatlakoznék, és kb. így az első munkatársak között voltam, mint ahogy így szokták mondani a, nem tudom, a Google-nél, hogy benne volt az első tíz alkalmazottban, azt hiszem, hogy én kb. az első lettem, vagy az első ötbe van ami. Úgyhogy én arra tökre büszke vagyok, és ott a Kimit Tud oldalnak az elindítása volt az egyik fő projekt, amiben részt vettem. A Kimit Tudról azt érdemes tudni, hogy a közérdekű adatigényléseket segít küldeni közpénzből gazdálkodó szervezeteknek. Úgyhogy ez is egy ilyen hasonló oldal volt, mint a, meg oldal ma is, mint a járókelő, hogy valamilyen ilyen IT megoldással próbál egy ilyen demokratikus hozzáférés segíteni az embereknek. Uh – -huh. Hogyan kerültél a fővároshoz Karácsony Gergely 2019-es győzelme után, és mi volt ott a feladatod pontosan? – A fővároshoz úgy kerültem, hogy Karácsony Gergely kért fel, hogy legyek én az, aki részvételiségi szakértőként bekerül az ő ilyen szakértői csapatába, ugye 19-ben ő ezzel nyitott, hogy többek között a Misetics Bálint, Ámonada, Bardóci Sándor, és én csatlakoztunk egy ilyen szakértői gárdaként. szerint már korábban ismertétek egymást? Karácsony Gergelyel? Nem, igazából valamikor szerintem ő így a választások előtt nem sokkal kérdezte ezt meg tőlem, és akkor abban maradtunk, hogy ha, ha nyer, akkor elvállalom ezt a lehetőséget. Hát akkor valaki beajánlott neki, nem is ismertéget, csak fel. Megkeresek. Én személyesen ezt. őt nem ismertem, hm egy olyan embert ismertem, aki utána a kabinett főnöke lett, Balogh Samut, mert a Samúval dolgoztunk együtt a járókelőnél. Ő volt az, akinek a segítségével az egészséges utcák programot a járókelővel magyarítottuk, meg lefordítottuk. Ez a Lucy Sandersnek a projektje, ami azt mutatja meg, hogy hogyan tudunk olyan utcákat létrehozni, amik az aktív közlekedést segítik, jó érzetet biztosítanak ahhoz, hogy szívesen legyenek az emberek az utcán, hasonló szemszögekből méri, megfejleszti az utcákat, és ezt a, ezt Samuval közösen indítottuk el Magyarországon. Uh -huh. És mi volt pontosan a feladatod a fővárosnál? A fővárosnál ez egy érdekes kérdés, mert én mindig kiszoktam emelni, hogy a Részvételiség, ami ugye ez az állampolgári bevonási folyamat, tehát hogy hogyan tudnak az emberek két választás között is valóban beleszólni abba, hogy milyen döntések születnek az ő környezetükről, vagy a jövőjükről. Ez a részvételiség szerintem nem csak azt jelenti, hogy csinálsz egy valamilyen projektet, ami arról szól, hogy mondjuk egy park hogyan nézzen ki, hanem akár azzal kapcsolatos is, hogy hogy milyen élményed van, amikor megkeresed az önkormányzatot. Ugye ez nekem a járókelős tapasztalatból jött, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk az, hogy egy önkormányzatnak küldesz egy e-mailt, és 30 napra válaszolnak, az szerintem nagyon rontja a részvételiségi élményt is, tehát hogy nem lesz kedve egy olyan önkormányzatnak a projektjébe bemenni és részt venni, amiről azt gondolod, hogy annyira sem éltad, hogy, hogy ilyen záros határidőn belül reagáljon a te leveledre, hanem csak és kizárólag a jogszabályban megadott határidőbe hajlandó, de tényleg a 30. napon válaszolni, és egyébként lehet, hogy abban a levélben nem is érdemi információ van, hanem csak annyi, hogy elnézést ebben nem mi vagyunk az illetékesek, keresse meg a másik intézményt. Szerintem ez nagyon rossz élmény az embereknek, és ezt csak azért mesélem el, mert az én feladatom az részben az ügyfélszolgálatisághoz is kapcsolódott, de ugye 2019-ben kezdtem ott a munkát, és 2020 márciusában kezdődött a covid akkor én nagyon sokat foglalkoztam a Covid-dal kapcsolatos tájékoztatással, részt vettem a, a, fővárosnak a Covid információs portáljának a létrehozásában, illetve dolgoztam a több kampányban a, gyors teszteléseken is. Ugye ezek ilyen gyors tesztelési kampányok voltak, ami azt jelenti, hogy egy hétig, vagy egy hétvégéig lehetett a Városházaparkban, aztán később több másik nagy téren is gyors tesztelést végezni, amit a főváros biztosított az emberek számára. És ugye a másik nagy projekt az a közösségi költségvetésnek az összerakása volt. Erre hogy emlékszel vissza? Mm. A közösségi költségvetés az egy olyan projekt, amiben az emberek egy fix összegről hozhatnak döntést. Nagyon sok önkormányzat indított ilyet, 19-ben, van, aki már korábban is. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy keretösszeg, amire ötleteket küldenek be az ottani lakók, ez Budapest esetében egy milliárd forint. Mi ezt 2020-ban indítottuk el, tehát teljesen a nulláról, ami azt jelenti, hogy ilyenkor nulláról ki kell találni egy szabályrendszert is, hogy milyen ötleteket fogadunk be, ebből mennyi megvalósítható, milyenek legyenek a projektnek a költségkeretei, ezeket mind nekem és az osztályomnak kellett kitalálnunk, és elindítanunk a, a fővárosban. Úgyhogy én arra nagyon büszke vagyok, hogy ez el is indult, és hogy most már sokadik éve zajlik. És melyik projektekre vagy a legbüszkébb azok közül, amik megvalósultak azóta? Mm. Hát lehet, hogy, hogy akkor nagyon bennem maradt ez, és egy kicsit ilyen uncsi válasz, de hogy én minden projektnek nagyon örülök, mert szerintem amúgy baromi nagy megtiszteltetés, hogy a budapestiek beküldik az ötleteiket a főpolgármesteri hivatalnak, és azt mondják, hogy itt van az én gondolatom, és kérlek használd fel ahhoz, hogy ez egy jobb hely legyen. Nyilván egyébként úgy nekem is vannak kedvenceim, hogy szerintem a legjobb kihasználása mondjuk egy ilyen költségvetésnek az az, hogyha figyelünk arra, hogy közösségépítő projektek jöjjenek létre. Karácsonyra egyébként mennyire volt szoros munkakapcsolatod, és milyen volt vele dolgozni erre, hogy emlékszel? Az elején szorosabb volt, amikor elindult a szakmai munka, aztán később azért nem volt annyira szoros, mert én a hivatali részben dolgoztam osztályvezetőként, és már arra kellett fókuszálnom, hogy tényleg egy hivatali osztály működését vezessem, meg a hivatali osztályok közötti együttműködést, pont mondjuk a közösségi költségvetés kapcsán azt koordináljam. Beszéltetek egymással egyébként, amióta jelölt vagy? Nem fővárostól 2022-ben távoztál, amikor is egy amerikai ösztöndíjat nyertél az MIT-n. Egy évre szólt ez. Ő mit kell róla tudni? Miért pályáztad meg, és miről szólt pontosan? Az ösztöndíj olyan embereknek szólt, ez a, egyébként a Humphrey ösztöndi keretében ment, ami hasonló a Fulbright-hoz, csak kifejezetten közférában vagy közérdekért dolgozó embereknek szokták odaadni, és ennek keretében van a, az mit egy olyan program, ami kifejezetten regionális és városi ügyekkel foglalkozik, és ebben nyújt egy továbbképzést egy éves formában. Én ezen vettem részt, nagyon szuper volt abból a szempontból, hogy én akartam foglalkozni azzal, hogy hogyan tudjuk a részvételiséget és a klímaadaptációt kicsit közelebb hozni. Ezt a témát kutattam az amerikai példákon, és itt lehetőségem volt mondjuk ténylegesen városi energiarendszerekkel kapcsolatosan egy alaptudást megszerezni, ami nekem mondjuk korábban nem volt, tehát hogy nem foglalkoztam mondjuk így energetikával, és akkor ennek az alapjait ott, ott megtanulhattam illetve amit én így kiemelnék, hogy nagyon klassz volt, hogy olyan oktatóink voltak, akik korábbi közlekedési államtitkárok, például Massachusettsből, ahol az MIT található, akik saját sztorikat hoztak el arról, hogy ők hogyan vezettek le projekteket, mi volt a fontos, amikor ők dolgoztak, hogyan lehet mondjuk egy fenntartható közlekedési irányt egy olyan nagyon autóközpontú társadalomban, mint Amerika megmutatni az embereknek, meg népszerűsíteni, és az Szerintem külön klassz volt, hogy része volt a programnak egy gyakornoki rész is, amiben én a, abban az önkormányzatban, ahol laktam, a summerville önkormányzatban vettem részt az ottani közösségi vagy részvételi költségvetésnek az elindításában, és az ilyen tök jó érzés volt, hogy a, a munkacsoport talán, ami ezt létrehozta, én is együtt dolgoztam, és aztán a szabálykönyvét ennek az ottani közösségi költségvetésnek együtt írtuk a, az ottani költségvetésnek, ügyintézővel, aki ennek a koordinátora volt, és akkor így az én nevemet is ráírták, tehát hogy így Amerikában is létrehozhattam egy ilyet, az szerintem tök klassz. És itt mesélj arra, hogy a kutyapártos kötődésed honnan ered, mondjuk mi az első emléked a pártról, ha emlékszel, és hogy, hogy hogyan vonódtál be az akciókba még mielőtt jelölt lettél, miben vettél részt? Fú, hát először én is rajongó voltam, ha fogalmazhatok így. Pont a múltkor dobott föl nekem a Facebook egy, egy ilyen posztot, amit írtam 2009-ben, hogy MKKP, TTDP, ami a Two Tail Dog party volt <laughs> valahogy, és tehát, hogy már akkor ugye ennyire ment a beszéd a kutyapártról, hogy ezt így valahogy kiposztoltam, és sajnos nem emlékszem, hogy mi volt az apropója. Ez az egyetemista éveim, tehát, hogy valahogy eljutott hozzám is a híre, és aztán végig szimpatizás voltam, aztán amikor már lehetett, akkor szavazó is, és 19-ben volt, hogy először aktívan vagy passzívan részt vettem a kampányban, akkor főleg Juhász Veronikának a kampányát segítettem, ott videózás, videóvágás, aztán posgásgyűjtés, mindenféle dolog volt, amiben részt lehetett venni, illetve azt hiszem, hogy a Gergőékkel is részt vettem egy színfestésen a 12 kerben, úgyhogy akkor nagyon sok mindent kipróbáltam, illetve amit nagyon ajánlok mindenkinek, és nem tudom, hogy amikor ez a podcast kijön, akkor ez még aktuális lesz-e, de hogy én akkor kezdtem el szavazat számlálni a kutyapártnak, és az szerintem egy tök jó ilyen demokratikus élmény, hogyha lehet így fogalmazni, vagy ez nem tudom, hogy mennyire kocka dolog, de hogy én nagyon élveztem azt a részét, hogy, hogy mi szavazatszámláló biztosok vagyunk azok, akik üzemeltetjük ezt a nagy demokráciát, ami a szavazás. És ö, most is várunk szavazatszámláló jelentkezéseket a kutyapárthoz, és sajnos az idén én nem lehetek szavazatszámláló, pedig tényleg nagyon jó buli, és nagyon ajánlom, úgyhogy légy szíves, helyettem is jelentkezzetek. Mit gondolsz az eddigi szakmai életednek, illetve tudásodnak, mely részei azok, amelyek LP képviselőként a leghasznosabbak lehetnek majd számodra? Az összes. <gül> <gül> hát mire vagy, mire vagy kíváncsi? Hát, hogy gondolom azért az elmúlt időszakban belástad magad eléggé, hogy mi az, amivel egy képviselőnek a munkája során foglalkoznia kell, és hogy érzed mondjuk, mik azok a, te tudásod közül, amelyek legközelebb állnak ahhoz, amit ott kint majd csinálnod kell? Hmm, szerintem, és most egy kicsit arra is reagálok, hogy szerintem miért is kaptam egyébként a felkérést, hogy egyetem legyek a kutyapárt jelöltje. Szerintem az a maximális elkötelezettség, a megcsinálás iránt, ami van bennem, mert azért most már nem egy projektet hoztam létre, sőt, már hivatali osztályt is indítottam el, ami aztán szerintem tényleg egy ilyen ö, extra ö, dolog, de segítettem startup új termékének a létrehozásában is, szóval, hogy nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy nehéz környezetben hogyan lehet új dolgokat elindítani, és azt mondanám, hogy ez a specialitásom. Valamennyit sikerült látnom a parlamenti munkából, annak köszönhetően, hogy áprilisban a kalózok meghívására eltöltöttünk pár napot az Európai Parlamentben, és akkor ott találkozhattam olyanokkal, akik már ott dolgoznak, és tőlük kérdezhettem, és azért az látszott, hogy hát ez is egy hivatal, tehát hogy, hogy a hivatali háttér, meg az a tapasztalat, az nagyon jól fog jönni, és szerintem, ami mindig előnyös, a hivatalban például nekem előnyös volt az, hogy én egy civil háttérből jöttem, és ezért mindig arra fókuszáltam, hogy jó, jó, de ebből az embereknek mi lesz, ami hasznos lesz, és ez mikor jön már el. Ugyanígy az Európai Parlamentben az egy nagy segítség, hogy persze a hivatali munka nagyon fontos, és fontos, hogy komolyan vegyük magunkat, de pont kutya mindannyian tudjuk, hogy az meg még fontosabb, hogy kézzelfogható eredmények legyenek, meg ezek az eredmények legyenek láthatók, és én örülök annak a nyomásnak, amit ilyen szempontból ad a kutyapárt, hogy oké, okay, Mariette, nehogy eltűnjél ott a bizottságokba, mert az nekünk nem lesz jó. <laughs> Hogyan éled meg a kampányt az eddigi bő három hónap alapján? Erre számítottál, vagy voltak olyan részei, amelyek váratlanul értek? Hmm, ez egy jó kérdés. Nagyon élvezem a kampányt, és és igazából azt szeretném, hogy még legalább plusz két hónapig tartson. <laughs> Biztos ez? <laughs> De azt, tett, hogy az a része amúgy komoly, hogy annak nagyon örülök, hogy a Kutyapártnál ez ilyen tökre csapatmunkaként zajlik, és nagyon szeretek egyébként a nem budapesti csapatokhoz ellátogatni, ugye ez az, amit a hivatalos politikusok, vagy a hivatásos politikusok úgy hívnak, hogy országjárás. Szóval azt a részét nagyon szeretem, és tök jó találkozni mindig a helyi passzivistákkal, és megnézni, hogy helyben milyen gondok vannak, meg hogyan alakul az ottani csapatnak a fejlődése. Úgyhogy igazából én most elég sokat tudok a Kutyapártnak az országos hálózatáról. Ez a rész is nagyon klassz, de azt gondolom, hogy amúgy az aláírásgyűjtés is akármennyire is egy ilyen nehéz feladatnak tűnhet. Olyan szempontból meg egy tök jó ilyen mobilizáló eszköz, hogy nagyon sok sok helyre eljutottunk, és nagyon sok embert megmozgattunk, és én nagyon sok emberrel beszélgettem a pultoknál, akik így kérdezgettek, hogy akkor ki vagyok, meg mit akarok, meg mit akar ez a kutya és az nagyon klassz volt megválasztásod után hogyan tervezett beosztani az idődet az európai parlamenti munka és a hazai tevékenységeit között. Ezt azért kérdezem, mert sok hallgató talán nem tudja, hogy az LP képviselők alapvetően két laki életet élnek. Tehát én is több olyan kommentet olvastam az utóbbi időben, amik azt írták veled kapcsolatban, hogy hát tök jó vagy, de tökre sajnálnák, hogyha mondjuk te kimennél Brüsszelbe, és mert rá szerintük itthon van szükség, és akkor erre ilyenkor mindig azt szoktam én válaszolni, hogy hát ha nem tudjátok, akkor a LP képviselők kétlaki életet élnek alapvetően. Te ezt hogy tervezett beosztani, gondolkodtál -e már rajta? Gondolkodtam rajta, de mondjuk ez biztosan olyan, amit majd az első hónapok után tudok fixen kitalálni, hogy hogyan működjön. Beszélgettem másokkal, akik vagy ott dolgoznak képviselőknek, vagy maguk a képviselők, és nagyon sokféle megoldás van. Van, aki száz százalékban inkább itthon van, és csak a szavazásokra megy ki. Van olyan, aki teljesen ezt a 50-50-t nyomja, és van, aki meg csak Brüsszelben van, ezt még nem tudom előre megmondani, hogy hogyan fog alakulni. Az egyébként látszik, hogy azért lesz meló az EP-ben és elég sok meló lesz. Nyilván azt se szeretném, hogy egyáltalán sem ennyit ne legyek itthon, szóval ez egy ilyen jó nagy fejtörést okoz nekem, hogy vajon majd hogy fog kialakulni ennek a dinamikája, hogy tényleg haza is tudjak hozni abból a tudásból, meg azokból az infókból, amiket ott kapok, de, de ott is azért jelen legyek ahhoz, hogy el tudjam végezni a munkát. Folytassuk most konkrétabb EU-s szakpolitikai kérdésekkel, illetve először is azzal, hogy a pártcsaládhoz tartozásnak mi a története. Ugye ezt nemrég derült ki, hogy a kutyapártos képviselők azok a zöldekhez tartozó kalózok pártcsaládjába fognak majd beülni. Honnan a velük való kapcsolat és miért mellettük döntöttetek? A kutyapártnak ugye volt egy korábbi döntése, amiben az volt a döntés, hogy nem csatlakozunk párcsaládhoz. Ezt azóta a tagság felülvizsgálta. Szerintem ilyen szempontból érdemmel meg pozitívan, mert a párcsalád jelenti az ajtót mondjuk olyan dolgokhoz, mint a bizottsági helyek, vagy esetleg olyan forrásokhoz, amikből a Robin Hood alapot létre tudjuk hozni. Úgyhogy szerintem jó, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést. Most valóban van a kalóz delegációval van egy egyeztetés arról, hogy rajtuk keresztül csatlakozzunk az öldekhez. Az Európai Kalóz Párti ...nak egyébként megfigyelő tagja a Kutyapárt, már jelenleg is, innen volt már egy korábbi kapcsolata a Kutyapártnak velük, és ők voltak azok, akik egyébként nagyon sok mindenben segítettek nekünk megismerni az Európai Parlamenti munkát, és amúgy a témáik elég hasonlóak, mint a miénk, tehát ők nem egy hagyományos zöld párt, és én most már szeretek a kutyapárszra úgy gondolni, mint egy tiszteletbeli zöld párt, majd a zöld frakcióban. Mert amúgy a kalózoknál is nagyon sok az olyan téma, mint a közvetlen beleszólás, tehát ez a részvételiség témája, de akár az antikorrupciós ügyek is, különösen a cseh kalózoknál ez elég fontos téma, amiben már vannak így párhuzamok abban, hogy milyen munkát végezhetünk, de ők azok, akik egyébként az okos drogpolitika témáját is ott képviselik, ugye Mikulás Peksa. Volt itt nemrég Magyarországon, és ő a legális fűhasználatnak egy ilyen munkacsoportját hozta létre az Európai Parlamentben, szóval abszolút vannak kapcsolódási pontok. És rajtuk kívül szerintem amúgy a zöld képviselőcsoport egy ilyen jó otthon lesz valószínűleg majd a kutyapártnak, mert nagyon sok olyan téma ott van. Itt igazán az aktivizmusra helyezném a hangsúlyt, amiben a kutyapárt otthonos. Tehát az a típusú aktivista hozzáállás, amivel mi is működünk, az leginkább a zöld képviselőcsoportra jellemző. Ugye a Kutyapárt EP programjának jellegzetessége, hogy egy közösségi programírási folyamat során az emberekkel közösen raktátok össze márciusban. Mennyire vagy elégedett azzal, ami végül lett belőle? 150 ig elégedett vagyok. Nagyon klassz volt látni, hogy ennyi ember rááldozta a teljes hétvégét arra, hogy a kutyapártnak adjon ötleteket arra, hogy milyen témákat vigyünk az EP-be. Voltak olyanok, amiket nyilván már képviseltünk, mondjuk ezek a demokratikus értékek, ugye a korrupció ezek így meg lettek erősítve, Amik szerintem új témák és egyébként megerősítik azt is, hogy jó helyen leszünk a, a zöld képviselőcsoportban, és a kalózok mellett, az az, hogy mondjuk a digitális szabadságjogoknak a kérdését is behozták a résztvevők, hogy ezt is képviseljük, illetve ugyanúgy előjöttek a zöld témák is, tehát a karbonlábnyomnak a csökkentés, az ugyanúgy foglalkoztatta az ebb gondolatnak a résztvevőit, tehát ezek a témák is így megerősödtek. És a Robin Hood alapról, amit már említettél, az előbb mit érdemes tudni? A Robin Hood alap az hasonlóan a Rózsa Sándor népi közpénztékozó alaphoz fog működni, Ugyanúgy, mint annál, helyi kezdeményezésekre, civil projektekre lehet majd pályázni. A Robin Hood alapot az Európai Parlament ilyen úgymond reklámpénzünkből tudjuk majd létrehozni. Ugye ezt a kampánypénztékozlást, vagy kiosztást a Kutyapárt már évek óta csinálja, és szétosztja, a nektek, biztos vannak itt a hallgatók között is olyan emberek, akik vagy találkoztak ilyen projekttel, vagy akár csináltak is ilyen projektet. Szóval ezeket szét szoktuk osztani. Vannak erre példák is, hogyha valaki esetleg nem ismeri. Például volt belőle strandfelújítás, de részben a gólyás közösségi napelem programnak a finanszírozása is ehhez kapcsolódott, de voltak belőle olyan beruházások, mint hogy terápiás ló vásárlása, és nem egy kutyapártos kérés volt, de hát több száz macskát is ivartalanítottak ebből a pénzből, szóval abszolút hasznos projektekre ment el az összeg, és annyit érdemes tudni a Robin Hood alapról, hogy ott majd nyilván az, hogy valamilyen formában az Európai Unió témáihoz, vagy az Európai Uniós tagságnak a, a feldolgozásához kapcsolódjon, az mindenképpen majd egy. Fontos programelem lesz, tehát hogy olyan projekteket érdemes már kitalálni, amik, amik valahogy ehhez tudnak kapcsolódni, ez az európai értékrendhez. S a keretösszeget lehet már tudni, hogy a teljes összeg mekkora lesz, illetve egy-egy pályázó mennyire tarthat igényt. Én úgy látom, hogy most ez a havi 3-4 ezer euró, ami egyébként a, a képviselőknek a rendelkezésére áll, valószínűleg abból fogjuk tudni megvalósítani, tehát hogy összességében mondjuk egy ilyen éves 40-50 ezer euró, amit ki tudunk gazdálkodni, azt tudnánk szétosztani minden évben. A részleteket még nem találtuk ki, de valószínűleg nagyon hasonlóan fog működni, mint a Rózsa Sándor. Térjünk akkor át most konkrét EU szakpolitikai témákra, kezdve azzal, hogy ugye Ursula von der Leyen mandátuma le fog járni most a parlamenti választás után nem sokkal, ezért már az ő újraválasztásáról a újonnan bekerülő képviselők is dönteni fognak. Te hogyan szavazol ebben a kérdésben, kitaláltad-e már, hogy támogatnád-e az újraválasztását? Én most euh, inkább a nem felé hajlok egyszerűen azért, mert euh, a Fonderleien nagyon sok mindenben olyan kompromisszumot hozott meg, amit én nem támogatok akár a Green Deal-ből való, tehát annak a céljaiból való visszatáncolásban, akár azzal kapcsolatban, hogy a bizottság mondjuk hogyan kezeli a magyar jogállamisági helyzetet, az szerintem maximálisan javításra szorul. Jogállamisági mechanizmus ugye egy folyamatosan zajló projektje most a, az Európai Uniónak, és ez az eljárás menet közben azért egy kicsit így megcsavarodott, és valójában arra, amire kitalálták, hogy korrupciót csökkentse Magyarországon, arra sokkal kevésbé volt szerintem alkalmas, mint amennyire ezt az Európai Bizottság vagy a parlament elképzelte. Ugyanakkor azt szerintem fontos megemlíteni, hogy vannak olyan témák, amikben mondjuk von der Leyen is fontos szerepet játszik, ugye nemrég kezdte el azt nyilatkozni, hogyha mondjuk újra választják, akkor az orosz befolyásnak a kérdését ő elő fogja venni. Ez például szerintem nagyon érzékenyen érinti most Magyarországot, ugye a múlt héten derült ki, hogy biztos az, amit két éve megírt a Direkt 36, hogy a külügyminisztériumi szerverekre orosz hekkerek jut be, erről a 444 bemutatott egy ilyen kiszivárgott jelentést is, és ott elég durva számok szerepelnek, tehát hogy teljes ilyen szerverrendszereket kompromittáltak a, az orosz hekkerek, és ennek nagyon sok, szerintem rossz hozadéka van, tehát Magyarország mondjuk egy NATO tagország, ez azt jelenti, hogy a többi szövetségesünknek az adataihoz is hozzáférhettek információihoz, de egyébként, ha már ilyen sokat beszélünk a szuverenitásról, akkor ez ilyen maximálisan sérült szerintem, úgyhogy mondjuk abban a Témában, hogy erről tényleg beszéljünk. Én azt gondolom, hogy például egy LP politikusnak nagyon nagy szerepe lesz, hogy ebben számon kérje az LP-ből is a magyar kormányt. Egyet értesz a magyaroknak járó helyreállítási alap visszatartásával? Én nem értek vele egyet, mert azt gondolom, hogy olyan szempontból nem jól lettek letárgyalva a feltételek, hogy a a végső felhasználói ezeknek a pénzeknek most ugye az, azon a feloldáson kívül, amit a Orbán Viktor a kávézásával elért, igazából még továbbra sem férnek hozzá az emberek a pénzhez, és nem az lett a megoldási mechanizmus, hogy, hogy a korrupciót állítsuk meg Magyarországon, hanem az lett a megoldás, hogy akkor minden le van állítva, és azért azt szerintem fontos, hogy ezek a pénzek, arra lettek kitalálva, hogy a tagállamok közötti gazdasági egyenlőtlenségeket amennyire csak lehet csökkentsék. Ha nem tudunk ezekhez hozzáférni, akkor amúgy folytatódik az a leszakadás ami bizonyos területeken már most is zajlik, mit tudom én mondjuk az oktatást hoznám egy példának, ami egy ilyen maximálisan kizsigerelt terület, és tökre hozzájárul ahhoz, hogy hogy növeli a kivándorlást, hiszen nem érik el a magyar diákok a megfelelő oktatási minőséget, és például ezekre a dolgokra ugyanúgy szükség lenne, hogy jöjjön be új pénz. Szerinted akkor, ha nem így, akkor hogyan kéne a magyar kormányra nyomást gyakorolnia az EU-nak? Szerintem, és ez be is fog kerülni az ELP-s programunkba, a leghatékonyabb az lenne, hogyha az Európai Bizottság korrupciós kockázatnak nyilvánítaná a magyar kormányt. Erre van lehetőség. Igazából mindenre van lehetőség, ugye ezt a jogállamisági mechanizmusnál láttuk, hogyha elkezdődik, nyilván ez a jogszabályalkotás, ez egy hosszú folyamat, de olyan tekintetben meg már volt erről szó, hogy ez a dolog az én fejemben mondjuk kapcsolódik a közvetlen finanszírozás kérdéséhez. Tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy megindulhat az, hogy ezek a pályázati pénzek valamilyen formában egy mondjuk egy bizottsági osztálynak a létrehozásával kerüljenek kiosztásra, ugyanúgy, vannak a központilag menedzselt alapok most is, amikre pályáznak Magyarországról. Ugyanezt meg lehet csinálni az összes magyar projekttel is, hogy ne Mészáros-Lőrinchez kerüljenek ezek a pályázati pénzek. Ukrajna támogatásával kapcsolatban hogyan szavaztál volna eddig, illetve a megválasztásod után hogyan tervezel szavazni a jövőbeni segélyprogramokkal kapcsolatban? A, a segélyprogramokkal kapcsolatban... A kutyapártos álláspont az az, hogy, hogy támogatjuk az ukránokat, tehát hogy az abban, hogy ők kapjanak segít, meg kapjanak majd a helyreállításra is támogatást, ebben a maximálisan támogatóak vagyunk, úgyhogy ez szerintem a jövőben sem fog változni. Mit gondolsz az EU digitális személyazonosítójának tervéről? Ugye enne, ezt nem olyan rég szavazták meg, hogy legyen egy ilyen digitális most nem tudom, hogy jól fordítom el, amiben mindenféle EU-s okmányt lehet majd tartani. A részleteket még szerintem csak most kezdik el kidolgozni. Ez egy következő lépés ahhoz, hogy mondjuk már ugye most is van ez, hogy másik EU-s országban dolgozol, és aztán hazajössz, és a többi, és a többi. Tehát, hogy valamilyen szintű integráció, szerintem mindenképpen hasznos, mert nagyban megkönnyíti azt, hogy mondjuk máshol is tudjál ügyeket intézni, vagy máshol is tud magad igazolni. Ez szerintem, szerintem egy jó irány. És mi a véleményed az EU-s vakcina beszerzési ügyről? Ugye ez szintén Fonderleyen felelőssége merült fel ebben a kérdésben a Pfizer-rel kapcsolatban ugye mindenféle SMS-ekről lehetett olvasni, és ez miatt is mondják, hogy talán többen nem támogatják az újraválasztását, és ha nem választják meg, akkor abban ennek is szerepe lehet. Nekem ebben amúgy ez a kulturális különbség az érdekes, hogy von der Leijent ilyen SMS-ek miatt is előveszik, és Magyarországon ennél sokkal több minden miatt sincsenek durva botrányok, például itt most visszatérnék mondjuk ez a, a külügyi hekkeléshez, ami ilyen szempontból megnyugtató, hogy valahol még működik az elszámoltathatóság, de olyan szempontból meg elszomorító, hogy Magyarországon tényleg, tehát hogy így sehol kanyarban nincsen az ügyeknek a nagysága, és mégsem, mégsem mondanak le emberek, például mégsem mond le a külügyminiszter, amikor kiderül, hogy orosz hekkerek jártak a külügyminisztériumi szervereken. Az akkugyárak térhódításáról mi a véleményed, illetve a másik része a kérésnek, hogy a német autóipar nekünk szánt szerepéről mit gondolsz? Az akkugyáraknál ugye az van, hogy a zöld átállásban ennek a technológiának tök nagy szerepe van, ugyanakkor az látszik például, hogy Magyarország, illetve javítanék, hogy a magyar kormány arra viszont nem figyel, hogy ebben valóban a magyar emberek érdekeit védje olyan szempontból, hogy ezeket ilyen nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásokká teszi, amik egyrészt támogatásokat is kapnak, másrészt meg olyan engedélyezési folyamaton mennek keresztül, amik gyorsított eljárásban zajlanak, nem megfelelő társadalmi bevonással, ami azt eredményezi, hogy egyébként egy akár jó projektnek is nagyon nagy az ellenállása, amibe beleütközik, Másrészt meg azért azt érdemes tudni, hogy Magyarországon például nincsen előírva a legjobb elérhető technológiáknak a felhasználása, és ezáltal tulajdonképpen bármit elfogadunk ezektől a külföldi beruházóktól. Nagyon sok ilyen történet van ma már, hogy talajvizet, ivóvizet szennyeztek ezek a gyárak vagy a feldolgozó cégek. Ebben muszáj előrelépést tenni, mert különben amúgy. Az lesz, hogy kb., amit, a, amit így a Bruti is mond abban a dalban, hogy, hogy a kertünkben lesz az akkumulátorgyár, csak hát ez egy ilyen nagyon rossz akkumulátorgyár lesz, tehát hogy ahelyett, hogy valami jót csinálnánk ott, és valami jó dologba vennénk részt, igazából így gyorsan a nagyon rossz és nagyon mérgező dolgokat építjük föl, és egyébként ugye nem mellesleg vendégmunkásokat beimportálva Magyarországra, akik meg tényleg ilyen rabszolgakörülmények között vannak tartva és cserélgetve nagyon rövid idők alatt, hogy semmiképpen ne tudjanak integrálódni, vagy valóban a magyar társadalomnak valamilyen értéket hozzáadni, mert valójában így be vannak zárva ezekbe a gyárakba, és nekik az a feladatuk, hogy ott termeljenek, és, és ott ez itt véget is ért, tehát hogy ez, ez azért nem szokott a, az egészséges társadalmi fejlődésnek sose a, a, az alapja lenni, hogyha mondjuk nem integrálod az ott lévő munkásokat. És mit lehetne azért tenni, hogy javuljon a helyzetük Hát szerintem, ami most elindult, hogy egyre többen csatlakoznak ugye szakszervezetekhez, egyre többen lépnek kapcsolatba magyar szakszervezetekkel, tehát a magyar társadalommal, ez szerintem egy tök jó folyamat, mert ez látszik, hogy akkor lesz a magyar munkásoknak is jó, hogyha ezeknek a munkásoknak is javul az érdekérvényesítő képessége, mert egyébként a kormány a magyar munkások bérét is lenyomja azzal, hogy ilyen import munkaerőt hoz be. Az EU szerepéről az izraeli-palesztin konfliktusban mi a véleményed, kinek az oldalán állsz ebben a kérdésben, és szerinted megfelelő az a politika, amit az Unió folytat jelenleg? Én minden ilyen helyzetben azért az emberek oldalán állok, ami azt jelenti, hogy szerintem nagyon gyorsan véget kellene vetni a fegyveres konfliktusnak, és most azért az a helyzet, hogy jelenleg a segélyezés sem megoldott ebben a szituációban, és egy ilyen nagyon kritikus helyzetbe kerültek a palesztin emberek, ezzel szemben szerintem mindenkinek van elszámolni valója, a számomra is egy kérdés, hogy mondjuk a segélyezésen kívül az Európai Parlament, meg az elítélésen kívül, amit ugye csinálnak, mit tudnának még tenni, mert az látszik, hogy, hogy azért mindenki távol tartja magát ettől a szituációtól, csak ugye az van, hogy minél tovább húzódik ez a konfliktus, annál több ember hal meg, és ez pedig szerintem tűrhetetlen. Ugye a magyar kormány az egyik leghangosabb ellenzője az Európai Unió bevándorlási kvótájának, vagyis annak, hogy megfelelő mennyiségű bevándorlót fogadjanak be az egyes országok előre leosztott módon. Te támogathatónak tartod -e ezt bármilyen formában? Valamilyen ö, szabályozott formában szerintem azért is érdemes ö, ebben részt vennie Magyarországnak, mert ö, nem nagy számokról beszélünk, tehát hogy ezek a tagállamokra leosztott kvóták egyébként nem úgy vannak, hogy ez kötelező érvényű, meg nagyon sok embert ide raknak, tehát ez, ez maximálisan a propaganda rész. Ugye amikor az első ilyenről kampányolta az Orbán kormány, akkor is arról volt szó, hogy egy ilyen nagyon minimális mennyiségű ember költözött volna ide, és ők sem véglegesen, tehát hogy ebben nagyon sok a, a félre kommunikáció, meg nagyon sok az ijeszgetés, azzal kapcsolatban azért azt gondolom, hogy humanitárius kötelezettsége azért van Magyarországnak, tehát hogy olyan embereket, akik valóban háború elől, éhinség elől menekülnek, elszállásolni, ez uh, szerintem nem gond, de ez az ukrán uh, Oroszország-Ukrajna elleni háborúja kapcsán is kiderült, hogy egyébként erre a magyar emberek uh, tehát, hogy, hogy van bennünk szolidaritás olyan emberek iránt, akik menekülnek valahonnan, és meg tudjuk oldani azt, hogy őket segélyezzük, élelmiszerrel látjuk el, elhelyezzük őket otthonokba, és aztán majd kiderül, hogy hogyan tovább. Gondolkodtál már azon, hogy melyik bizottság vagy bizottságok munkájában vennél részt képviselőként? Igen, először mindenképpen a petíciós bizottsághoz fogok csatlakozni, és amint csatlakoztam, meg is szüntetem azt, mert a, ez a bizottság az, ami a közvetlen részvétellel foglalkozik az Európai Parlamentben, és most azért ezzel így kutyapártos politikusként én elégedetlen vagyok, mert azt látom, hogy az európai polgári kezdeményezések azok... Nem elég gyorsan és nem elég hatékonyan hoznak eredményt az európai polgárok számára, és egyébként meg nagyon kevés más, közvetlen beleszólási lehetőség van. Úgyhogy érdemes lenne ennek a bizottságnak a munkáját megreformálni. Szerinted egyetlen képviselőként van lehetőséged arra, hogy változást érj a munkájában? Szerintem van, hogyha az a dolog, amit én ott képviselek, arról meg tudom mutatni a többieknek is azt, hogy az az ő országukban, vagy az ő közösségeiknek is fontos. Ugye az Európai Parlamentnek a működés az direkt úgy van kitalálva, hogy nagyon az együttműködésre épül, nagyon a szövetségekre épül, semmit nem tudsz egy egyéni képviselőként megvalósítani, ezért is vicces mindig, amikor azt mondja mondjuk egy magyar politikus, hogy én személyesen elértem, mert igazából ezekhez a döntésekhez valamilyen többség kell a parlamenti döntésben, és mondjuk az ügynek az előkészítése sem tud már a nélkül zajlani, hogy te ne beszélnél más képviselőkkel, meg más szakértőkkel, akik ott vannak a hazai képviselő jelöltek közül kivel van, vagy van-e bárkivel személyes kapcsolatod jelenleg, és kik azok, akikkel el tudnád képzelni a szorosabb közös munkát? Nincsen senkivel személyes kapcsolatom. Szerintem majd ott ki fog derülni, amikor az is kiderül, hogy ki jutott ki, hogy kivel tudunk együttműködni. Ugye nagyjából két hét van még hátra a választásig. Szerinted milyennek az időszaknak a tétje a kampányhajrába? Milyen akciókat terveztek, és miért fontos, hogy ezt is megnyomjuk? Azért fontos, hogy ezt is megnyomjuk. Most nagyon figyeljetek mert én legalább három képviselőt szeretnék az Európai Parlamentben, mert a legjobb szerintem a csapatmunka, úgyhogy ez tök jó lenne, hogyha sokan kiutnák. Ugye a második helyen Törlei Katalin van, a tanítanék mozgalomnak az egyik alapítója, a harmadik helyen pedig Juhász Veronika, aki most második kerületi önkormányzati képviselő, Szerintem nagyon klassz lenne, hogyha többen is kijutnánk, úgyhogy nem csak ilyen országjárás eseményeket fogunk csinálni, amik, amiket említettem, hanem színfestéseket is, de lesznek mindenféle tévés viták, különféle ilyen figyelemfelhívó akciók, de hát ebben a figyelemfelhívásban maximálisan szükség van a hallgatóknak a segítségére is, úgyhogy beszéljetek ti is anyával, apával, tesóval, mindenkivel, és mondjátok nekik, hogy szavazzanak a kutyapártra az Európai Parlamenti Szavazólapon is. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és válaszoltál, és sok sikert a kampány maradékához, illetve utána majd a képviselőséghez. Köszönöm a meghívást.